Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a hétember, és a hétembere igen messzire jött Debrecenből. Hálás köszönet, hogy itt van. Marincsák Ibolya, szervusz, üdvözöllek. Van a Debreceni Nagy Erdőért Egyesület. Miért kell egy egyesület egy nagy erdőnek? Szeretettel üdvözöllek. Köszönjük szépen a meghívást. A kérdés jó kérdés. Az egyesület a profilja miatt, tehát hogy miért kell az erdőnek egyesület, szerintem a környezetvédelem miatt. Hogy jött létre ez az egyesület? Kik alkotják? Mi a célja? 5 évvel ezelőtt alakult, most lesz az 5 éves születésnapunk. Boldog születésnapot előre is. Köszönjük. Civil emberek alkotják. Önkéntesen tevékenykedünk, különböző foglalkozású tagok vannak, tanár, bolti eladó, ügyvéd, tehát különböző foglalkozásúak vagyunk, építész. És mit szeretnétek elérni ez az egyesülettel? Mert az rendben, hogy együtt van egy csapat, ugye Debrecen Nagy Erdő adja magát a dolog, hogy összeszedjük a szemetet, megsimogatjuk a fákat, de egyébként... Mi azt tűztük ki célul, hogy a gyerekeken keresztül, vagy a gyerekek bevonásával egy környezettudatosabb gondolkodás, egy környezettudatosabb irányba való iránymutatást választunk. És ezért találtuk ki a természetvédelmi irodalmi pályázatunkat, ami elindult, ugye 5. diátadónk volt a múlt hónapban, 18-án Vajdahunyadvárában, és közel 6000 iskolával működünk most már közösen. Tehát kiírtuk egy pályázatot? Igen. Ezen a pályázat alapján lehet ugye jelentkezni fiataloknak, akik írnak különböző verseket, kis novellát, esszét, ami a környezetvédelem témaköre, vagy minden évben más a témaköre? Minden évben a központ, a fókuszban az erdő van, és nyilván minden évben más a pályázati felhívás címe utal a tartalomra. 3 korcsoportunk van, 6-9 évesek, 10-14 és 15-19 éves korcsoport, tehát a fiatalokat gyakorlatilag lefedjük, vagy nem tudom, hogy mondjam. És szeptemberben minden iskolának, minden magyarországi általános és középiskolának kimegy a felhívásunk. 3. éve folyamatosan a határon túli magyar tannyelvű iskolákat is kapcsoljuk be a programunkba. Már most azért is boldog vagyok, mert gyakorlatilag Erdély egy 65-70%-ba már be van kapcsolva, de folyamatosan, ahogy tudjuk bővíteni a címállományunkat, úgy kapcsoljuk be az iskolákat. Ugye ez egy irodalmi pályázat, amit ugye a gyerekek alkothatnak, létrehozhatnak. Igen. Ki olvassa ezt el? Mert hogy, ahogy én tudom, sikere van a dolognak, tehát nem 3 pályamunka érkezik. Nem. Ki olvassa ezt el? Ki bírálja el? Mert hogy igen, tekintélyes a zsűri, aki egyébként a végén díjakat ad oda. Igen. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy minden évben más a zsűri. 5 fős, illetve 6 fős plusz az elnök. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor én az első könyvet, a Debrecen zöldékét Én és a Nagy Erdő címmel kiírtuk, 78 általános iskola volt akkor Debrecenben, általános és középiskola. És van kapcsolatom Rőri Gézával, nagyon jó kapcsolatom van, és ő akkor volt a zsűri elnök, úgyhogy nem látott se könyvet, semmit, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, és ő mellé állt, és ő tisztelet, tehát minden évben elmondom, hogy ő a tiszteletbeli elnökünk, a regnáló elnök, pedig ugye minden évben más, a zsűri is. Idén ki volt?
Halász Judit művésznő volt a zsűri elnök, tavaly pedig a Perjes Károly. És Judit végigolvasta összes? Úgy van, hogy a beérkezem, hogy ne. Tehát van egy előszűrés. Ott a szakmailag megvannak azok a pontok, ami alapján tovább jut az írás. Egy magasabb szintre, ahol már többen olvassák, utána megint van egy szűrő, és az megy mindig a zsűri elnöknek. Uh-huh, tehát van egy ilyen előkészítő. És akkor a legjobbak azok bekerülnek egy ilyen válogatásba. Igen. Mindig pünköstkor van a díjátadónk. Harmadik éve támogat bennünket a szakmaiságból kifolyólag az Agrárminisztérium, és nekik köszönhetően nagyon impozáns helyeken rendezhettük meg eddig a díjátadóinkat. Ugye, azt látom, hogy rendesen vannak támogatók, Istennek, és ez jó hír, mert ez valóban egy jó kezdeményezés. A gyerekek hogy élik meg? Tehát, hogy amikor, nem tudom, hogy van ez úgy van az Oscar-dénál, hogy mindenki össze van hívva, és akkor kiderül, hogy ki kapta, vagy előtte már tudják, hogy ki nyert? Ez úgy működik, hogy amikor megvan a ponttáblázat, én bekérem mindig az első 12-t. Nagyon egyszerű a számolás. A kicsiknél vers és mese van a 6-9 éves korcsoportban, ott megengedett valamennyi tanári segítség. A 10-14 és a 15-19-nél már bejön a próza mese, tehát nekünk mindenből 8 van. Tehát 8 első helyzet, 8 második, 8 harmadik, 6-dik, és az első 6-ot hívjuk, tehát minimálisan minden évben 48 gyerek jön, de eddig még soha nem volt, mindig több volt, mert van úgy, hogy egyforma pontjuk van, vagy nagyon pici az eltérés. Megmondom őszintén, nincs szívem azt a század, most is két ponton is volt, 2/6, és ott voltak. Az első 6-ot nem tudják, hogy hanyadikok lettek. Nem tudják, hogy hanyadikok lettek. Én hívom fel őket, illetve a kontakt, tehát a tanár szülő, a nagyoknál, ott már a középiskolásoknál őket. Csak azt mondom nekik, hogy bekerültetek a legjobb 6-ba, itt és itt lesz a ünnepélyes díjátadó, és fog érkezni a meghívó, mert ugye hát itt Budapesten, tehát 2 volt Debrecenben, 2 díjátadó, ahogy az Agrárminisztérium támogatja, azóta egyet csináltunk az Agrárminisztériumba, ennek a díjátadóját az Agrárminisztériumba, utána felújításra került. Ők is átköltöztek, ugye Vigadópalota, ott kicsi volt a konferenciaterem, ott csak 90 fő fér be, na most nekünk a minimális, ezekből a számokból adódóan, tehát 150-200 ember, úgyhogy a tavalyit a szomszédba csináltuk, amit úgy hívnak, hogy pénzügyminisztérium, tehát a pénzügyminisztérium csodálatos, szép nagy termével csináltuk a tavalyit, az ideit, meg a Vajdahunyadvárába, és szeretném is, ha itt maradna, mert ez méltó addig, míg nem tudunk visszamenni az Agrárminisztériumba, az meg egy olyan 4 év. Hát meg ott a múzeum. Igen, tehát azért mégiscsak a Vajdahunyadvárban. Nagyon jól sikerült. Ez egy gazdasági múzeum, tehát azért ott az adja a helyet, erdő, a fiatalok, a környezetvédelem. Szeretett. Mi a személyes motivációd? Egyrészt nagyon szeretem a gyerekeket. Szeretem a természetet is. És mivel sajnos nekem nincs gyerekem, így meg sokat kaptam. Ezért létrehozta egy egyesületet, vagy pedig az egyesület létrehozása adta ezt az ötletet, hogy akkor
az egyesület, személyes motiváció. Az egyesület, ahogy létrejött, onnan jött. Hogy úgy, tehát oda tudom hozni a gyerekeket. Mikor vagy elégedett? Amikor belenézek a szemükbe. Akkor. Én szeretném megköszönni, hogy eljöttél, és engedtessék meg, hogy ezt a munkát egy kicsit vissza igazolni, ha bár nem gyerek szemmel, de csillogóval mindenképpen, hogy a tévé és a magam nevébe fogadd el ezt a kis díjat. Köszönöm a hét emberek is plakettet. Köszönöm. És legyen meg a következő kötet, a következő kötet, és legyen minden vaskosabb, hogy minél több fiatal tudja, hogy lehet, meg kell is ilyet csinálni, és ráadásul példa vagy arra is, hogy hogyan lehet a semmiből hagyományt teremteni, a hagyományból pedig értéket. És ezt hálás szívvel köszönjük. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, mi nem sokára folytatjuk. Ez továbbra is a hét ember, és a hét ember nem más, mint Mező Tibor. Szervusz, üdvözöllek. Tibor, segíts nekem, hogy Ó Magyar Mária Síralom lesz egy centenárium. Miért kell ezt ünnepelni? Ezt azért kell ünnepelni, mert az Ó Magyar Mária Síralomról tudjuk, hogy az egy vers. Ideig tuti. Így van. És az ünneplés egy tisztelgés a vers előtt. Nem csak önmagában az Ó Magyar Mária Síralom előtt, hanem általában a vers előtt, mert a vers megtalálható a zenébe, szinte valamennyi irodalmi műfajba. A vers egy ritmussal rendelkező szöveg, és így módon a ritmus az nyelvi ritmus, és ez rettentően fontos a percepció szempontjából, és a ritmus egyetemes jelrendszer. Neked miért fontos, hogy ezt megünnepeljük? Mert hogyha jól olvastam utána, nem adván a tudálékost, hogy azért nagyon érdekes ez a körülménye, hogy előkerült ez az Ó Magyar Mária Síralom. Valóban a centenáriumról volt szó, és hát 1922-ben került elő az Ó Magyar Mária Síralom szövege, de bemutatni 1923-ban, január 29-én a Magyar Tudományos Akadémián sikerült. És majd másnap meg is jelent az újságban, és közhírré tették. Én nekem azért fontos a centenárium megünneplése, mert egy olyan alkalmat ad az ünneplésre, a tisztelgésre, ami vissza nem térhet. Hiszen 2023-ban 100 éves évfordulója lesz az Ó Magyar Mária Síralom megismerésének, de Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepeljük. És erre a január hónapra esik Kölcsei Ferenc himnusza, ami a kultúra napja. Tehát ez egy olyan együttállás, amit Vásári Tamás művészúrral, Kossuth Díjas karnagyúrral kigondoltunk, ő meg épp ebben az évben lesz 90 éves, és a zenei részét ennek a projektnek ő menedzseli. Hogy kell elképzelnünk, hogy milyen lesz ez a ünnepség vagy tisztelgés, főleg azért, hogy ahogy elmondtam, van még rá idő, tehát hogy gondoljátok, hogy lesz? Sajnos az idő a legkevesebb. Igen? Az idő a legkevesebb, mert ehhez a rendezvényhez szeretnénk egy szövegkönyv kiadást társítani. Gyakorlatilag összefoglaljuk a 100 év tudományos eredményeit, ami az Ó Magyar Mária Síralom szövegéhez fűződik. Annak a hangalakjához, jelentéséhez, ritmusához. És olyan gondolatunk van, hogy a vers részét, a verses részét azt külön kutattuk, és egy szövegkönyvet szerkesztettünk, amelyet megelőzött a magyar szótakincs kutatása. Összeállítottam a magyar nyelv szótakincsét, és ez egy
hatalmas munka volt 2001 és 2007 között, mintegy 5060 szótagot találtam, és egy szótag elmélet bontakozott ki ennek nyomán, és alkalmazni kellett ezt az ismeretet, ezt az elméletet. És az irodalomtörténet ismeri, hogy egy konkrét műben próbáljuk meg alkalmazni az elmélet helyességét. És a szótag elméletet, amit képviseltem, azt a Ó Magyar Mária síralom szövegén próbáltam ki. Tehát gyakorlatilag szótagoltam az Ó Magyar Mária síralmat, és emellett minden egyes szótagban a hangalakot, a betűt azonosítottam. Úgyhogy ez a rövid története annak, hogy eljutottunk az Ó Magyar Mária síralomhoz, és hogy mennyi idő van az ünneplésre, az alapján mérhető, hogy milyen elvet szeretnék megünnepelni ezt a rendezvényt. Ugyanis az az elképzelésünk, hogy egy időben több helyszínen tisztelgünk a vers előtt. Ez az egy idő azt jelenti, hogy 2023. január 22-én a Kultúra Napján a velünk együttműködő rendezvényszervezők, akár színházak, ezek egy repertoár műsort adnak elő, és ezt a műsort mindenki a maga berkein belül szerkeszti. A közös annyi, hogy jelenjen meg három költő négy műve, az Ó Magyar Mária síralom, Petőfi Sándortól a János Vitéz és a Nemzeti Dal, és Kölcsei Ferenctől a himnusz. Az összes többi gondolatot, aktualizálást beleépíthetik a rendezvényszervezők, de a rendezvények több helyszínen lennének, számos városban, és így módon egy időben több helyen tudnánk megünnepelni ezt a rendezvényt, és elérnénk azt, hogy a média odafigyelne erre a rendezvényre, a vers ünnepére, és hogyha a média figyelem az teljes, akkor megérezhetik a fiatal nemzedékek, hogy érdemes a verssel foglalkozni, érdemes sikerre vinni a vers ügyét, és lehet igenis a versből meggazdagodni. Ez a vége, ez nagyon érdekes. Mert hogy meggazdagodni a versből, ez felveti bennem azt a kérdést, hogy ez a vers hogy tudja túlélni. Ugye már ezerszer eltemették magát a verset, az irodalomnak egy részét, és azt mondják, hogy a felgyorsult világban már az emberek nem nagyon olvasnak verset, nem nagyon írnak verset, sokkal inkább egy négy soros SMS üzenettel oldják meg, hogyha valamit el szeretnének mondani, hogy azért ez egy erős Don Quixote harcnak tűnik most. Úgy vélem, hogy több vélekedéssel kell szembenézni. Ugye az Ó Magyar Mária síralom szerzőit kísérti az a 20. századi sztereotípia, hogy az elődeink nem képviselték azt a minőséget, mint akik majd később írtak verset. Tehát a reneszánsz időszakáról, az 1500-1600-as évekről nézve kezdetlegesnek tűnik a szöveg, primitívnek. És mi pont azt mutatjuk be, hogy már akkor rendelkezett az időmértékes metrum, annak az ismerete, és ezt használja is a szerző. Tehát ugye a biológiai evolúcionizmust azt nem lehet a művészet szinterére alkalmazni. A művészet nem fejlődik. A művészet folyton változásban van. Úgyhogy mi szembeszállunk azzal, hogy az elődeink primitívek lennének. És mi pedig, a mi tudásunk, a mi ötletünk az SMS-ben, az valami felsőbbrendű tudat megnyilvánulása volna. A másik
sztereotípia, hogy a költőnek szegénynek kell lenni. És én inkább leszek boldog gazdag, mint boldogtalan. Inkább leszek boldog gazdag, mint szegény boldog. Hogy is? Inkább leszek boldog gazdag, mint gazdag boldogtalan. Ment-e a könyvek által a világ előbb? Ez az alapvető kérdés. Ezt már ismerjük Vörös Marti Mihály feltevésében, és nekünk... Meg a világ sok irodalmi nagysága, ezt állandóan vélekedik, hogy a saját munkája egyébként ér-e valamit. Pontosan. És valami néz, de jó választ ad például az Antigóné, hogy azért 2000 év is lazán el tud telni, hogy örök érvényen ott tud maradni valami. Így van, tökéletesen így van. A politikai ideológiák jönnek-mennek, rezsimek jönnek-mennek, de valami alapérték van. De Michelangelo idejében se tudjuk megmondani, ki volt a belügyminiszter. Viszont hogy kifestette azt a freskót, azt nagyjából mai napig tudjuk. De egy mondatot még hadd tegyek ehhez a gondolathoz, mert ugye, hogy ment-e a könyvek által a világ előbb, a tudás által tényleg fejlődik-e az emberiség? A választ így fogalmaznánk meg a magunk részéről, hogy a nyelvi kommunikáció, a kommunikációnak a gazdája. Ismerjük a kommunikációs hálózat fogalmát. És bizony azt vesszük észre, hogy a kommunikációs hálózat tulajdonosa meggazdagodik. És a nyelv az is egy jelrendszer, egy hálózatszerű üzem. És hogyha valaki egy jó kommunikációt képvisel, akkor bizony itt szellemi értelemben pallérozott lesz. És éppen azt beszéltük Vásári Tamás művész úrral, hogy olyan tartalom van a kezünkben, hogy ezt szeretnénk megmutatni mind a világi, mind az egyházi szférának. És nem adjuk olcsón. És ugye rettentő sok szervező munkával jár a rendezvény, nagyon komoly áldozat a könyv kiadása. Szeretnénk ezt a 160 oldalas szövegkönyvet, szakkönyvet angol és német nyelven is megjelentetni, és most derül ki, hogy milyen roppant nehéz a magyar verset angolra, illetve németre fordítani. Szinte lehetetlenség találni egy műfordítót, de a kiadónk dolgozik a feladaton, és bízunk benne, hogy megoldjuk, és hogyha a könyv megjelenik, utána a zenésítést szeretnénk megoldani, hogy legyen egy olyan változata az Ó Magyar Mária Síralom előadásának, amit a gyerekek számára szerethető, énekelhető változatba tudunk bemutatni, illetve legyen egy zenekari feldolgozás, mert ugye ismerjük a Psalmus Hungaricus című művet Kodály Zoltántól, hogy milyen gyönyörű zenekari munka a Zsoltár fordításhoz. Tibor, honnan az energia? Ki segít neked? Mert hogy, amit említettem az elején, hogy ez egy erős Don Quixote harc, viszont nagyon szép küldetés, hogy ezt a centenáriummal együtt, értelemszerűen ez a centenárium egy jó apropó arra, hogy egyrészt tiszteljük magát a verset, vagy a vers környékén, ha tágabb értelembe veszük, akkor a kultúrát, ha még inkább tágabb értelembe veszem, akkor magát az embert, aki ezt olvassa, használja. És ahogy említetted, elképesztő szervező munka kell, az idő az kevés, nekem elsőre soknak tűnt, hogy így végigmondod, szinte ennek a végére érni lehetetlen. Jó társat találtál, mert művész úr zseniális,
intellektuálisan is csodálatos és rajongási szeretet, de mégis honnan van az energia? Tehát mikor lesz az a pillanat, amikor azt mondod, hogy ez így rendben volt? Nem akarok Don Quixote harcot vívni. Nem is akarom, hogy akár rám süssék ezt a bélyeget. Én úgy érzem, hogy az adatok mellettünk szólnak, hiszen valóban van zenei, festészeti és egyéb megnyilatkozás a művészetben, de azt is tudjuk, hogy a kommunikációnk legalább 90%-ban nyelvi kommunikáció, ahogy beszélgetünk. Tehát nem csak a irodalomban, hanem a gyógyításban is használjuk a nyelvi kommunikáció gyógyító erejét. És az energia az nap mint nap megújul. Úgy érzem, hogy célra van szükség. Egy célra, amely megoldja közös dolgainkat. És egy olyan célról gondolkodunk, ami egy nemzeti minimum. Ugyanis a vers az mindenképpen érinti, ahogy említettem, a közös dolgainkat, és az a meglévő széthúzás, amit tapasztalunk különféle kontinenseken, vagy és azon belül, és különféle országokon, az embernek fel kell tudni mutatni a jobb részét. És úgy érezzük, hogy a János Vitéz, és a nemzeti dal, és a himnusz, és ezek mellett az Ó Magyar Mária Síralom, ez a mi jobb részünk. És az általános műveltségnek az égköve, az alapja. Úgyhogy mi különféle dinamikákon dolgozunk. Az egyéni dinamikán, a párkapcsolati dinamikán, a csoport dinamikáján, és az emberiség dinamikáján. És az ember, ha meg akarja oldani egyik vagy másik szintnek a legkisebb láncszemét, már akkor energetizálódik. Tehát újra és újra megújul. Én nekem személyes sorsom a költészet. Már megjelent egy verses kötetem, 10 évvel ezelőtt Harmónia kert címe van, és abban a cím sugallja az Édenkertet. Az Édenkert, ami mögöttünk volt, de a Harmónia kert, ami előttünk lehet. Móri Zsigmond rózsakertnek hívta az előttünk lévő csodálatos világot. Én Harmónia kertnek hívom. Egy olyan rend, amelyben az ember gyönyörködik, öröme telik benne a munkája révén. És még el kell mondanom energetizáló tényezőként azt, hogy mi kórházi művészek vagyunk. A párom kórházi zenész, Vinnai Zita, ő ennek a projektnek a producere. Én magam irodalomterápiával foglalkoztam 20 évig, és most is ott vagyok a Debreceni Egyetem Kenézi Egyetemi Kórházában alkalmazásban. Saját vállalkozásom is van, és ugye ott nap mint nap találkozunk azzal, hogy valakinek a szelleme meghanyatlik. Tehát ugye egy zavar keletkezik az elme állapotba, és ezt a zavart kell elhárítani. És van munkánk bőven. Engedtessék meg, hogy ez a munkához apró visszajelzést adjak. Kérlek, fogadd el a tévé és a magam nevébe ezt a kis plakettet, a hét emberét. Nagyon-nagyon köszönöm. Hálás köszönet, hogy bejöttél, és hát sok sikert, meg szerintem erről még be fogunk számolni, hogy hogy állnak az előkészületek.
a párodnak, meg mint producernek még több sikert kívánok, hogy azt az energiát, amit és azt az elképzelést, amit te és ti kitaláltatok, azt ő rendesen lemenedzselje, mert minden sikeres férfi mögött kell egy nagyon okos nő, és hál' Istennek neked ez sikerült. Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, a hét emberére önök is tehetnek javaslatot, ki vagy kik legyenek a hét emberei. Jövő héten találkozunk, a viszontlátásra.